Hello, sziasztok! Köszöntök mindenkit, újra itt vagyunk a Frostbornban, és megjelent a legújabb frissítés, ami nagyon-nagyon, de tényleg nagyon-nagyon sok újdonságot hozott, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó. Megpróbáltam mindent lefordítani a lehető legjobban, hogyha esetleg valamit rosszul mondok, akkor javítsatok ki kommentben. Ha esetleg valakinek nem sikerül letölteni a legújabb frissítést, a leírásban ott lesz az oldal linkje, ahonnan le tudjátok szedni. Egyébként pedig lépjetek be a Facebook csoportunkba, hiszen ott valaki mindig megosztja az aktuális APK-t. Jó szórakozást kívánok! Nézzük is, hogy mit írtak a kedves fejlesztők. A PvP rendszer megváltozott, mostantól minden játékos alapértelmezés szerint semleges. Ha más játékosokat akarsz támadni, aktiválnod kell a PvP módot. A PvP módban azonban mindkét játékos, mind PvP, mind semleges sebezhetővé válik. Érintsd meg az ellenséget, és most elsőbségi célpontként állítod be ezzel. Ezt meg is fogom nektek mutatni, szóval látogassunk is el gyorsan egy PvP területre. Ugye ebben a játékban minden terület PvP, valamelyik nagyobb hangsúlyt fektet rá, valamelyik pedig kisebb hangsúlyt fektet erre az egészre. Most menjünk egy nagy PvP területre, ahol magas a PvP esély, és nézzük meg, hogy mit akar ez a változás. Hogyha nektek tetszik ez a frissítés, srácok, akkor mindenféleképpen jelezzetek vissza nekem is, hiszen mivel kreátor, alkotó vagyok, ezért nézik a videómat a fejlesztők, és minden egyes tippet, javaslatot meg fognak nézni, és esetleg még bele is kerülhet egy-egy jó ötlet a játékba. Illetve, hogyha észrevételetek van, akkor természetesen azt is írjátok, hogy mindenféleképpen. Na nézzük is, hogy mire utal ez a PvP rendszer, ami teljes mértékben megváltozott. Először is nyilván jó lenne találkozni valakivel, úgyhogy engem ne gyilkoljanak meg. De rögtön a HP alatt láthattok egy kis kardot. Két kard egymásnak van állítva, keresztbe vannak. Hogyha erre rátappalunk, akkor láthatjátok, hogy éppen aktiválom a PvP módot, ami egy kis ideig eltart. Hogyha megmozdulok, akkor nem aktiválja. És hogyha most rákattolok az emberre, akkor elsődleges célpontként állítja be őt. Látjátok, hogy az új PvP rendszer miatt nem is fog megtámadni, illetve láthatjátok, hogy semleges, hiszen nem teljesen pirossal jelzi, hanem van körülötte egy ilyen kis sárga csík, egy sárga... Na mindegy, az a lényeg, hogy látjátok, hogy teljesen megváltozott. Szóval, hogyha valaki ezt aktiválja, akkor azt nekünk jelezni fogja majd a térkép. És ugyanakkor láttátok, hogyha rátappolok az enemire, vagyis hát a semleges playerre, akkor beállítja őt elsődleges célpontként a játék. Ez eléggé jó, hiszen elsődlegesen őt fogod mindenféleképpen támadni. Látjátok, hogy rá van rapva a kis sárga jelzésem, amit le is tudok róla venni, hogyha éppen mást akarok jelölni. Szóval ez eléggé jó kis újdonság szerintem, hiszen ezzel tényleg rá tudunk állni egyetlen egy emberre, és hogyha mondjuk hárman jövünk, akkor meg tudjuk azt csinálni, hogy biztosan egy embert öljünk vagy lőjünk az íjjal hárman, és akkor nyilván ezáltal többet is tudunk rásebezni, ami nagyon-nagyon előnyös szerintem. Na szóval nézzük a következőt. Egy új egyedülálló sír került a játékba. A sír bejárata megtalálható az átkozott erdőben, vagy a kétségbe esett lábainál. Hát ezt nem tudom, hogy ez igazából mire utal, mi ez az átkozott erdő. Fogalmam nincs, srácok, mivel annyi időm azért nincs a játékban. De hogyha esetleg tudjátok, akkor ezt majd írjátok le. Én nem tudom, hogy mire gondolnak ezzel kapcsolatban, milyen átkozott erdő. Nem is látok itt olyat igazából. Mindegy, ezt, hogyha tudjátok, hogy miről van szó, akkor írjátok le mindenféleképpen nekem. Ettől kezdve találkozhatsz hatalmasabb, elnevezett szörnyekkel a játékban, és jutalmakat kapsz érte, ha megölöd őket. Megnövekedett jutalom a hell küldöttének megöléséért. Nem tudom itt sem, hogy mire gondol igazából, mert én ugye Odint ismerem csak. Hát de gondolom, hogy ez a hell akkor valami hasonlóféle isten. Szerintem itt ez a secret hell helyim. Szerintem itt van ez a hell, vagy nem tudom, hogy ki ő. Nyilván ti látom, hogy több időt játszotok vele, úgyhogy ezeket leírhatjátok esetleg a többieknek is. Na szóval. Megnövekedett jutalom a végső főnök megöléséért az Odin szentélyében. Tehát ugye itt van Sanctum of Odin, szóval itt, hogyha megölöd a bosst, akkor még nagyobb jutalmat kapsz igazából.
Most az Odin Sanctumban találja a Dispel Potion-t. Ez nem tudom, hogy milyen ez a kis italka, ez biztos valami újdonság. Illetve amit még nem értek, amit nem tudtam normálisan lefordítani, az az, hogy hozzáadott egy esélyt, hogy megtalálják az ecsetet a közös zsákmányban. Nem tudom, hogy milyen ecsetre gondol, hiszen ezt pontosan nem írták le. Az a baj, hogy a fejlesztők ugye nem tudom, nem pontosan fogalmaznak, és ezáltal nem is helyesen fordít. Illetve tudjátok, hogy nem tudok angolul, ezért én is fordítókat használok, és megpróbálom minél jobban lefordítani az adott dolgot. A javított lockpick megmunkálásának költsége nőtt. Tehát keressük ki a javított lockpicket, ugye ez a sima lockpick, ez nem változott. És valahol itt van az improved lockpick, szóval ez változott. Most már nehezebb elkészíteni elméletileg. Nem tudom, hogy ezelőtt mennyi volt, de hogyha ezt írták, akkor biztos nehezebb is megcsinálni. Na utazzunk is haza közben, srácok. Oké, zsoké. Egyébként a játék sokkal stabilabb lett, én azt vettem észre, mert játszottam vele egy picit, és én úgy láttam, hogy sokkal kevesebb a lag, mint volt. Ennek igazából örülök, mert itt sokkal élvezhetőbb a játék, nem kell mindig attól félni, hogy egy PvP harc közben esetleg olyan lagokat kapok, hogy azt hiszem, hogy jutom az enemit közben, meg elkeni a számot rendesen. Jó, és ez nem tudom, hogy most mi igazából, ez most azt írja ugye, hogy hívjunk meg barátokat, és építsünk gyorsabban, farmoljunk együtt, és harcoljunk együtt, de most én ezzel nem akarok foglalkozni, de a frissítés óta ezt folyamatosan jelzi. Na nézzük a következő dolgot, ami megváltozott. A helyiség szabályának megváltoztatása az otthoni településen. Most van egy ajtónk, kilépés az épületből. Ezt nem tudom, hogy igazából mire gondol. Fogalmam sincs. Fogalmam sincs, srácok, hogy így mire gondol. Nem tudom. Nem tudom igazából. Hogy esetleg valaki majd tudja, akkor azt írja le. Hát én itt próbálom nézegetni, de nem igazán jöttem rá, hogy mire gondolnak egyébként. Csökkentett számú ajtó az otthoni településen. Hát gondolom itt arra gondolnak, hogy kevesebb ajtót tudunk építeni, mert ugye mindenki azt csinálta, hogy mindenhova ajtókat rakott, és ez hát eléggé fura lehet. Úgyhogy ezeket csökkentették, valószínűleg nem tehetsz le mindenhova ajtókat. Mondjuk ez eddig is jobban meg volt oldva, mint egyes játékokban, mert ugye úgy volt, hogy ugye itt van egy ajtó, akkor közvetlen ide már nem rakhatnék, hanem csak ide. De itt ezt láthatjátok is, hogy ugye itt van egy ajtóm, és ide már nem tudtam ajtót rakni, hanem csak ide tudtam ajtót rakni. Ez direkt így van megcsinálva, de szerintem ez itt sokkal jobb. Megváltoztattuk a Firebolt varázslat vizuális hatását és leírását. Na nézzük is meg akkor ezt a Firebolt, melyik is az, srácok, Firebolt, hát nem is látok ilyet. More. Nem tudom, hogy mire gondol, Firebolt. Hát volt ilyen, én úgy emlékszem, de szerintem ez volt az, nem? Igen, szerintem ez volt az a legelső, mert Northern Wild, ilyenre én nem emlékszem. És én úgy tudom, hogy igen, ez volt a legelső, amit megkaptunk, hogyha jól tudom, mert ez a maradt a nevén, és én úgy tudom, hogy ez az újdonság, ez a Northern Wild. Ugye 15-öt damage-el, és igazából ennyi. Nálam is van egyébként, úgyhogy ezt be is tudom mutatni, hogyha szeretnétek, de én úgy emlékszem, hogy ez az újdonság, így van, és ugye megváltozott a vizuális animációja is, de biztos vagyok benne, hogy ez az újdonság, mert úgy emlékszem, hogy level 1-esen rögtön ezt kaptuk meg, és nézzük akkor, hogy mi változott még. Átdolgozott rendszer egyes helyek újratöltésére a világtérképen. Nem tudom, hogy itt mire gondolnak. Most az ilyen helyek újratöltése csak azután történik, hogy elhagyja őket. Jó, igen, most már tudom, hogy mire gondolnak. Tehát ugye volt nekem is erről egy videóm, hogy egyes területeken hogy tudtunk farmolni, hogy kinyitottuk az összes ládát, illetve utána kijöttünk a térképről, visszamentünk és resetelődött. Na most már ez megváltozott valószínűleg, tehát most már el is kell hagyni az adott helyszínt, el kell utazni egy másik helyszínen, mint bármelyik más játékban, mint például ugye az Eldoéban. Tehát ott is, hogyha elmegyünk ugye egy területre, akkor el kell onnan utazni, hogy resetelni tudjuk azt az adott területet, és utána, hogyha visszamegyünk, akkor teljesen új területet fogunk kapni, újra ki tudjuk nyitni a chesteket. Nyilván szükség volt erre a változtatásra, viszont azért sokkal jobb volt úgy farmolni, hogy energiát spóroltunk ezzel az egész dologgal. Na de mindegy, a fejlesztők tudják, hogy mit csinálnak és miért. A csatlakozási játékhoz most másképp működik.
Most, amikor bezárja az alkalmazást, a karaktere egy ideig online marad. Erre azért volt fontos hangsúlyt fektetni, azért volt fontos ezt az egész dolgot megváltoztatni. Úgy csaltak a játékkal, hogy amikor már kevés HP-juk volt, akkor kiléptek a játékból sima exittel, és akkor a karakterük rögtön eltűnt. És így ugye nem tudták őket kifosztani, nem tudtad őket megölni, de végre ezen változtattak. Szóval most már hiába kevés HP-d van, és kilépsz a játékból, a karaktered ott fog maradni, úgyhogy erre vigyázzatok, hiszen ugyanúgy azért, mert te azt hiszed, hogy nem vagy játékban, ugyanúgy téged meg tudnak ölni, hiszen még pár másodpercen keresztül ott fog maradni a karaktered. Nyilván terület függő, hogyha magas területen vagy, akkor szerintem 5 másodpercig fog ott maradni a karaktered, hogyha pedig kisebb területen vagy, akkor valószínűleg ugyanúgy 3 másodpercig fog ott maradni a karaktered. Ez egy jó változás, ennek nagyon-nagyon örülök. A következő, néhány általános egyensúly a játékról. Új eladások a boltban. A fém szoba ára 80%-kal csökkent, a kőfal pedig azt hiszem, hogy 30%-kal, de ezt mindjárt meg is mondom nektek, 40%-kal. A stone szoba ugye a 3x3-as az 40%-kal csökkent, a metal szoba pedig 80%-kal csökkent, de ezt meg is tudjuk nézni, szóval aki esetleg most szeretne vásárolni, mindenféleképpen tényleg most vásároljatok, hogyha szeretnétek fektetni bele a játékba pénzt, hiszen most csak 500 coins a metal szoba a 3x3-as, ami mindenféleképpen megéri, hiszen ez nagyon-nagyon drága volt, illetve ugye itt is történtek változások, nézzetek szét, és esetleg, hogyha tetszik nektek valami, akkor vásároljatok. Én mindenféleképpen fogok fektetni a játékba, mert folyamatosan megtámadnak. Sajnos nincs olyan sok időm, hogy annyit tudjak játékkal játszani, de figyeljetek srácok, a videó végére mondok egy jó hírt. Klán tagokat, family tagokat keresünk magunk mellé, 2 darab emberre van szükségünk, csatlakozzatok a Discord serverünkre, és hogyha érzitek magatokban azt, hogy részt tudtok venni egy-egy élőadáson, tudtok beszélni, elmúltatok 18 évesek, és tényleg nem csaltok, normálisan játszatok, akkor küldjétek be nekem a jelentkezéseteket a Discordon. Várunk mindenkit szeretettel, bátran, ne féljetek! Srácok, ez a videó ennyi is lett volna, ezzel zárom. Én bízom benne, hogy tetszett nektek ez a videó, nyilván sok dolog nem történt, csak elmondtam a frissítéseket. Viszont, hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot. Hamarosan 10 000-en vagyunk, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok nektek. Köszönöm szépen a figyelmet, és én bízom benne, hogy találkozunk legközelebb is. Jó túlélés mindenkinek, szevasztok!